Hát akkor hölgyek, urak, jó estét kívánok mindenkinek, és induljunk, akkor dolgozzunk, és lehet mindenféléket kérdezni, hogyha hoztatok valami magatokkal valamilyen jó és izgalmas kérdést. Van-e ilyen kérdésetek? Akkor a Péter következik, ha nincs. Ajaj! Melyikkel? Mert hogy nekem jött két valakitől is. Jó. Kérdés. Hát egyébként sokkal több kérdés. Hát úgy körülbelül olyan a YouTube-on olyan, hát ilyen heti 60-80 kérdés meg szoktam válaszolni. Néha 100-ot is. Na, vágjunk bele. Vágjunk bele. Első kérdés. Bele lehet-e nézni az akasába, hogy nekem mi a célom itt, és miért kell leszületnünk többször? Bele lehet nézni az akasába, de nem akárkinek. Tehát ez nem általános dolog, hogy nézegetjük az akasát. Mi az az akasa? Ugye az is egy kérdés. Az akasa az a nagy világtörténet. A nagy világtörténetnek vannak csomósodásai, vagy hogy is mondjam, központjai, és ezekben a központokban tárolódik az információ. Tehát nem egy értelmetlen zagyvaság az egész, nem csak ugye a véletlenek kormányozzák. Ezt ma a materializmus terjedésével mindenki el is hitte. Már teljesen világossá vált, értette, no, persze. De hát az a helyzet, hogy az egész életünk tervezett. Egyszerűen tervezett. Nem tervek nélkül össze-vissza valami történik, hanem tervezett. Mielőtt megszületsz, megtervezed az egész életedet. Napról napra mindent megtervezel. Mivel a nem térnem időben vagy, ezért mennyi idő alatt tervezed meg, ugye? Ez a kérdés. Ennyi idő alatt megtervezed az életedet, ha időből nézed. Tehát ez nagyon érdekes. Volt, csináltam, elvittem a tervezés helyére. Már volt, hogy elvittem ilyen hallgatókat, hát nagyon megvoltak szeppenve tőlem. Tehát ő tervezte el az életét, igen. Megmutattam neki, hogy hol. Itt van, nézd meg. Itt vannak az előző életeid, ha voltak. Itt vannak a következő életed, legalább egy életed meg van előtte tervezve. És hogy kell ezt elképzelni, ezt a helyet? Ilyen röközködött 3D-s világban létező földlakóként. Akkor ez egy ilyen U-alakú épület. Ilyen U-alakú, és akkor végében van egy nagy képernyő. Jobbról vannak a tárolók, amiben az életed van elrakva. Ez az életed is el van ott rakva, tehát megtervezted, és ott van. És azt próbálod leélni. Nem büntetés az életed, ez egy baromság, hát nem büntetés. Akkor van magadnak szabad ki, hogyha sok-sok gonoszságot csináltál, és azt valahogy szeretnéd jóvá tenni. Mert amikor meghalsz, akkor rájössz, hogy jó, de hülye vagyok. Hát rengeteg törvényszegést csináltam, és ennek ennyi az ára. Tehát ott megvan, hogy mi a következménye annak. Ezt a mielőtt megszülesz, tudod. A tervezésnél is tudod, úgy tervezed el az életedet, de néha kitör belőled a hülyeség, és akkor elkezdesz károkat csinálni. Parancsolj. Bele van tervezve a büntetés is? Nincs. Nincs. Nincs benne a büntetés, az csak amikor meghalsz, akkor végignézed az életedet, és akkor ott elhatározod, hogy na hát akkor ezt ezzel próbálom jóvá tenni legközelebb, ezt azzal, stb. Tehát mindent megpróbálsz jóvá tenni. Mert annyi gonoszságot csináltál, és akkor aztán miért van aztán ez a sok probléma? Hát a sok probléma te miattad van, nem más miatt van. Te csináltál olyanokat, amit nem kellett volna csinálni. És nincs benne az élettervedben. Ez a gonoszság nincs benne az élettervedben. Folyamatosan döntéseket hozunk. A döntések módosítják a jövőt, az élettervet. De igen. Ezek a módosítások, ezek a döntések ugyanúgy benne vannak a tervezésben? Benne vannak. Szóval extrapolálható minden, tehát előre látható, hogyha most mondjuk, hogyha fölfele nézek, és itt egy kötél van előttem, hogy pofára fogok esni, ez látható. De lehet olyan döntés hozni. Az őrangyal ott szól, hogy nézd le, nekem te ne parancsolgass. Bum, és pofára esel. Ja, lehet szabad. Ja, hogy beverted az orrodat, hát az nagyon zűrös. Hát,
De ez nem büntetés volt, hanem te egy mértéktelen nagy hülye vagy, mert szóltak neked, és csak azért sem nézel oda. Hát ilyen van. Van, amikor négyszer, ötször szólnak, hogy ne csináld, nem. Megálmodod. Tehát üldözöl valakit, bántasz valakit, ok nélkül, mert ilyen dühös, bolond vagy, és truszból, és mit tudom, miből. És üldözöd, és akkor utána megmutatja neked az őrangyalot, hogy mit tudom, van egy álmodsz egy ilyen gyárkerítésről, ami jó kis rozsdás szöges dolog van végig, jó magas az egész, és akkor még föl sem tudsz mászni, mert puhány vagy, és akkor jön valami vad kutya, vagy két-három kutya, és akkor jönnek utána, és vicsorognak, és akkor próbálnál elszaladni, de kevés vagy hozzá, mert nem vagy edzésben. Tehát életben sem vagy egy nagy puhány vagy, tehát nem tudsz elfutni 50 métert. Mert kilóg a beled 50 méter után, mert annyira nem vagy edzésben. És akkor megmutatja neked az őragyalat, hogy milyen az, amikor üldöznek. És hát ha van eszed, akkor elgondolkodol egy kicsit ezen, hogy hát nem kéne csinálni a Gizikével ezt, amit csinálok velem. Mert Gizika az soha nem bántott téged, rendes volt veled, te meg mindig üldözöd a hülyeségeiddel. Tehát akkor meggondolkozol, és hogyha ez a lényege, hogy a kimeneten egy olyan összkomfortos ember jöjjön ki, aki nem egy összkomfortos hülye, hanem egy összkomfortos ember. Olyan jöjjön ki a kimeneten, hát az iskolába is azért járunk, hogy ne szarjunk a sarokba, vagy ne ugyozzunk a sarokba, azért járunk iskolába. Megtanítanak olyan gyerekeket is, akiknek otthon még csak potyantos vécéjük sincsen, de megtanítják a gyerekeket arra, hogy kell a WC-t használni, hogy kell vizetet, ezt is megtanítják, meg hogy nem illik oda csinálni a sarokba. És ezt meg kell tanulni. A kutyának, macskának, meg az embernek is meg kell tanulni. Nincs mese. Ha együtt akarsz vele élni, ha nem akarsz, akkor csináljon, ha akar. De hogyha együtt akarsz vele élni, akkor meg kell tanulni, hogy ez a rend. És a rend az nem azért van, hogy téged tönkre tegyen, vagy bosszantson. Nem azért van a rend. Nem azért hozták az emberek a törvényt, hogy téged bosszantsanak, vagy korlátozzanak. Mert olyan kedvem van, le is lövök valakit. Csak célba lőttem. Kész. Ezt is meg lehet engedni, csak akkor annak nézd meg az eredményét, hogy milyen lesz az a társadalom. Ja, és hogy milyen hamar lőnek le téged is. Mert hát ugye erről szól a gyerekeknek a nevelése, hogy meg kell tanulni, hát ugye a gyerekek azért egymás között pofoszkodnak, meg verekszenek. De te borzasztóan nagy handabadát csináltál a tanárokkal, ugye, hogy csak csúnyán se szabad nézni, mert minket, amikor odaállítottak, kölyök voltam, és odaállítottak a tanári elé, nagy szarban voltam. Mert azok a tanárok is jöttek, akik engem szerettek, akiknél jól álltam, és akkor megkérdezték tőlem, hogy most te miért állsz itt? És ahány tanár jött, mind megkérdezte. Tudták ők azt nagyon jól, ez pedagógia volt, de a gyerekek már ezt próbálták elkerülni, hogy nem volt semmi büntetés, nem vertek meg, nem bizony, csak odaállítottak a tanári elé, hogy a szünetben a tanári előtt kell állni. Igen, de akkor azért jöttek a kedves tanárok is, akik kedvesek, aranyosak voltak. Hát aztán volt olyan tanár, akit nem szeretett az ember, de hát ott benne van a pakliba. Az életben is, akivel munkatársaid, az nem mind csókos haverod lesz. Ha szerencséd van, akkor ilyen. Tovább olvasom a levelet. Olvasd a levelet. Kis szerkesztés után. Nekem még nem derült ki, hogyha van több életünk, akkor miért kell újból mindig új lappal kezelnünk, miért kell mindig ugyanazon az útkeresésen átmennünk, ugyanakkor miért nem tudjuk, mit kell leküzdenünk, hogyha semmire sem emlékszünk. Én ugyan emlékszem a születésemre, tehát annak elejére, de sosem derült ki még hosszú gondolkodás után, hogy mit hozunk magunkkal, amit leszükséges küzdenünk. Ez igazából olyan, mintha Isten minden életünkben, ha van valóban reinkarnáció, ugyanabban az ismeretlen életbe küldene, ahol születésünktől halálunkig nem tudjuk, mi célunk, az útutatások csak útjelzők, de mégsem tudjuk, hogy miért küldtek le egy igazából csak akadályokkal teli világba. Leszületünk úgy, hogy alapból jónak születtünk, és senki sem vétkes, mert minden gyerek alapvetően szent és ártatlan. Hát igen, ez egy eléggé zavaros világkép, ugye az látszik a fogalmazásból, mert azt mondja, hogy semmire sem emlékszem, de emlékszem a születésemre. Győrben volt egy öreg mama,
aki bent volt az előadásomra, és csináltunk ilyen előző életes meditációt, és azt mondja nekem, hogy vége volt, folyosan találkozok vele. Szóval én ebből az egészből semmit nem láttam. Hát ilyen valami tóga volt rajtam, és ilyen minta volt a szélén. No, ahhoz képest, hogy semmit nem láttam, még a mintára is emlékszem. Tehát a nem akarja látni, érted? Azt mondja, hogy ilyen nincs. És akkor azt mondja, hogy nem látott semmit, de közben látta, hogy Rómában rohangál egy tógába, és annak ilyen mintázata van, még azt is tudja. Tehát itt van a lényeg, hogy az ember nem akarja elismerni, hogy ő látta. Mert ő azt mondta, hogy ezt nem lehet látni, ilyen nincs, és így tovább. Itt is hallani ennek a kedves levelezőnek a levelébe, hogy az egész egy értelmetlen, megszületünk, nem tudunk semmit, és akkor milyen borzasztó az egész életünk, egy büntetés, pedig ártatlanul születtünk, mint gyerekek. Hát nem. Elsőnek, az első életedben talán ez igaz, amikor legelőször megszülettél, aztán kezdett halmozni a csibességeket. 12 osztályt kell igaza itt a Földön kijárni. 12 osztály, 12 osztályos iskola, nem véletlen még az sem. 12 osztály van, és a 12 osztály az a 12 csillagjegy. És minden csillagjegyben meg kell születned, és nincs rossz csillagjegy, ez egy baromság. Minden csillagjegyben patika precízen ki van mérve a jó meg a rossz. Tehát a negatív meg a pozitív esemény. Patika mérleggel van kimérve, nagyon pontosan. Tehát nem az van, hogy az hű, hát bakjegyben nem lehet, mert az a szörnyű, hát az borzasztó. Hát attól függ, hogy a negatívumot nézed, vagy a pozitívumot is nézed. Ha úgy éled meg az életedet, hogy a környezetedben te rendes vagy, az emberekkel rendesen beszélsz, köszönsz, amikor bemész valahová, nem mint egy ilyen hülye birka, bemész, hogy még nem is béget. Bejön, aztán nézeget. Na, igen, egy nagyon kedves kis barátnőjét, a még ilyen óvodáskorú fiamnak a barátnőcskéjét, férhez ment Amerikába, hogy bejött a férje az ajtón, azt nem köszönt semmit. Azt mondta neki, hogy na, most menjél kifele, gyere be és köszönjél. Már elvált tőle. De mert egy neveletlen hülye gyerek, érted? Mert hazajön, és azt sem mondja a feleségének, hogy bú vagy bá. Tehát egy nem tudja, hogy köszönjön. Gyerekek, csak úgy mondanak, gyerekek, akik nézitek, olyat köszönni, hogy jó napot mindig lehet, még éjjel is. Mert éjjel is nap van, ugye? Hát éjfélkor is jó napot lehet köszönni, bár akkor inkább jó estét vagy jó éjszakát, ha elmész aludni, de hát jó reggelt, amikor találkozol valakivel, azt ennyi. Minden nyelvben megvan, köszönni szoktak. Tehát a köszönést, ha kihagyod, már amikor megérkezel valahová, hát akkor az olyan furcsájon ki. De azt nem azt jelenti, hogy bemész a színházba és ott kell köszönni, de a jegyszedőnek már igen. De hát jó napot vagy, csókolom, ha nő, és akkor adod a jegyedet. Tehát de köszönni illik, és nem tud köszönni, nem tudja, hogy mit köszönjön. Különösen a tinédzserek, mert ugye ő már nagy. Ő már olyan nagy, hogy már nagyobb nem is lehet. Ő már 13 éves, hát az már olyan nagy, felnőtteknél is felnőttem már százszor. Tehát ilyen van, mindenki így érezte, amikor kölyök volt, hát ez nincs ebben semmi. Mindenki nagy arc volt, és nem tudta, hogy nagy arcoskodjon még jobban, azért bagoztunk. Ó, már 6 éves koromban bagoztam, mert akkor voltál nagyfiú, hogy zívtad a cigarettát. És akkor, akkor nagyfiúk voltunk, nagyon. És ezek ilyenek, ezzel nem lehet mit kezdeni, de meg kell tanulni akkor is normálisan élni. A normális életbe beletartozik, hogy hazamész, akkor köszönsz otthon, vagy bemész valahová egy boltba, vagy valahol hallják, akik rád néz valaki már, tehát már úgy, hogy látják, hogy bejöttél, akkor oda viccentesznek, hogy jó napot kívánok, és akkor nem lesz probléma. Gyerekek, kiraktam 500-nál több magyar szótárat, kim van az interneten, mindegyikben van jó napot kívánok. Ez 250 nyelv. Szóval, ha bemész valahová, nekem ez a gyakorlati tapasztalatom. Hogyha bemegyek valahová, és nem tudok azon a nyelven beszélni, de köszönök, amikor belépek, másképp néznek rám. Ha az ő nyelvükön köszönök, akkor pláne. Olaszországban buongiorno,
Bonaszére, stb. És akkor minden rendben van. És elköszönök, amikor elmegyek. Az oroszoktól paká, vagy mit tudom, valamit köszönök. Nem vagy. Tehát olyan vagy Dasi Danya. Tehát elköszönök az ő nyelvén, és attól kezdve másképp néznek rád. Tehát én magyarokat látok külföldön, katasztrófa. Nálunk egy ilyen proletár handavanda volt, hogy nem tanulunk nyelveket, mert a semmit se tanulunk, nem is tanulunk egyáltalán. Volt egy ilyen tendencia. Ennek még a nyomait lehet látni a fiatalságon, hogy nem akar tanulni. Szarik a tanulásra, így is mondhatjuk. Nem tanulja meg a leckét, nem tanul meg semmit, csak úgy élni akar, meg enni akar, kakálni akar, meg például micsoda játszani. De nem akar megcsinálni semmit a világon, semmit. Aztán megbukik, utána osztályt ismétli, és akkor azt hiszi, hogy a sorscsapása van rajta. Hát nem. Hát az nem igaz, hogy nem tudja megtanulni. Nem igaz. Én, ha odafigyel valaki, akkor mondjuk a tananyagot, mondjuk csak a számtant az két nap alatt meg lehet tanítani, vagy csak a kémiát két nap alatt meg lehet tanítani. De úgy két nap alatt úgy, hogy utána mondjuk pótvizsgára elmegy, nem tudják, hogy most mit kérdezzenek tőle, mert bármit kérdeznek, mindenre tud válaszolni. Kettő nap alatt. Tehát innen látszik, hogy a diákokban is egy őrületes nagy lustaság van, meg az egész tanfelfogásban is van egy nagy probléma. Tehát baj van a tanárokkal, baj van a módszerekkel, baj van minden. Tehát bementem a srácok, áthívott a szembe volt az iskola velünk, még Békésmegyeren laktam, és ott könyököltem az erkélyen, és akkor meglátott engem az igazgatónő az iskolából. Gyuri, gyere már át, mert beszélgettünk előtte. Gyere már át, mindenki beteg, influenza járvány volt, nem tudok már kit beküldeni az osztályba. Na jó, átmentem. És hatodik osztály volt, beültem. Tehát gyerekek lármástak voltak, mit tudom én mi. Akkor én elkezdtem valamilyen órát. Orosz órát, matek órát, mindent. Kémia, ott még nem tanultak. Tehát minden volt, mindenféle órát megtartottam. Amilyen óra jött az órarendbe, megtartottam neki. Jön be az igazgatónő egy ilyen másfél óra múlva, hogy én még itt vagyok. Vagy hazengedtem az egész osztályt. Mert olyan csend volt. Na de a hatodik B-be olyan lárma volt mindig, hogy még akkor is lárma volt, ha benn volt a tanár. És csend volt. Gyerekek, tudjátok, mi volt az összes fegyelmezésem? Hát nagy vicc volt. Elkezdtem magyarázni az órát, és akkor ott a utolsó előtti padba egy csávó hátrafele, nagyon magyarázott a haverjának. És akkor egy bazi nagy kulcsomom volt, de ilyen nagy kulcsomom volt. És így halál precízen oda dobtam elé a furnír padra, ami akkor átszott, mint egy bomba. A srác szétrúgta a padot, az osztály megdőlt a röhögéstől, és akkor én meg hátra sétáltam, elhoztam a kulcsomat, gyerekek, soha többet nem kellett egy szót se szólni, hogy maradjon csendben valaki. Komolyan. Mert hogy, és nem volt benne semmi durvaság, nem bántottam, csak jeleztem neki, hogy te most velem nem normálisan viselkedsz. Mert hogy én el akarok neked valamit mondani, de te hátat fordítasz nekem, és ott magyarázol a haverodnak. Igen, hát mi sem voltunk jobbak, nehogy azt mondjuk, jobbak voltunk. Hát ha majdnem kicsaptak minket, mert történelem órán azt mondja a haverom, hogy nem tudsz olyan verset írni, amiben benne van az, hogy le van szarva. Írtam egy verset, odaadtam neki, olyan röhögés feszült ki, tehát az volt a vers, hogy ugrik és fut, vígan szökel, falra mászik akkor, ha kell, mély bele, van szarva, de mégis kerge, mert mindentől fél ő az erge. Na most, és ez annyira tetszett az osztálytársamnak, a Lipárd Gyurinak, hogy szétrúgta majdnem a padot a röhögéstől, és persze is majdnem kicsaptak minket az osztályból, vagy kiküldtek minket az osztályból, mert kitört rajta a röhögés, nem bírta visszafolytani. Ilyen van. Mert írtam ilyet is, hogy lábalapát, feje orsó, örül neki krumpli borsó, földben él és mászik vakon, a giliszták réma a vakon. Dö. Szóval ilyen maraságokat. De jó volt, mert aranyos volt, és ezen jókat mulattunk. Na, de mi versbe beszéltünk, és még figyelj ide, 60 év múlva ettől mondani.
most bocsánatot kérek, a mai gimnáziumból kiérkező érettségizett diákok közül hány tud egy verset elmondani? Hát figyelj, annyira nincs memoriter már, hogy már nem normális. Tehát nem tud egy verset elmondani. Tehát mi, a kultúremberek, azok úgy működnek, tudod, hogy elkezdek mondani egy verset, hogy még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt, te folytatod, hogy... De le tudom ott a kerti virág, téli virág. De látodom ott a téli virág, még már voltak erről a vérszitek. Na, nem rám kell mutatni. Igen. Felolvasik. Igen, pont erről van szó. Pont erről van szó, hogy az a mostan 40-es korosztály már súrolja csak ezt a dolgot. Valamit még pötyög, de már csak súrolja. Aztán a következő korosztály más, a 30-asok más semmi. Tehát nem tud, egy verset nem tud elmondani. Tehát arról ismeri meg a kultúrember, hogy a másikat, hogy akármit hallok, tudom folytatni azt a gondolatot, azt a verset. Nem. És nem egy verset tud elmondani, hanem amit elkezdek mondani, azt tudja folytatni. Szóval most folytassuk egy gondolatot. Folytassuk a gondolatot. Kössünk el. Tehát itt a lélekről van szó, és a lélekben tárolod el az információt. Nem az agyadban tárolod el az információt, mert akkor nem lenne testen kívüli élmény. És testen kívüli élmény annyi százezer embernek volt már, hogy nem lehet azt mondani, tudománytalan meg, klerikális, rossz sebet klerikális. Százezeren és százezeren látták, milliók látták testen kívüli élmény. Mondott, hogy én nem hiszek ilyenekbe, mondom, figyelj, álmodtál már hülye gyerek? Az nem bizonyít semmit. Testek kívül rohangáltál. De az nem bizonyíték. Nem bizonyíték, nem, persze. Ilyen, repültél a város fölött. Az sem bizonyíték. Mellúszásban, nem. Csak az érdekes, tudod, hogy lehet bizonyítékot szerezni erre, hogy ez most valami fantasmagória vagy valóság. Mondjuk látok egy cigarettásdobozót egy ereszt csatornában, és... Úgy bizony. Látsz egy ereszt csatornában egy cigarettásdobozt, és egy drónnal fölküldet, vagy tudom, szóval valamivel megnézed, hogy ott van-e az a cigarettás doboz az ereszt csatornában, mert te ezt innen a utcáról soha nem láthatod, tehát nem lehet azt mondani, persze, mert láttad meg is, mert nem, valami olyasmit jegyzek meg, amit biztos, hogy nem láthattam. És akkor már most egy drónt fel tudok oda küldeni, még én is 79 évesen fel tudok oda küldeni egy drónt, és meg tudom nézni, le tudom filmezni az ereszt csatornát, és ha ott van benne a cigarettás doboz, nem biztos, hogy ereszt csatorna kell, hanem egy lapos tető, egy akármicsoda, el van dobva valami cigis doboz, megnézed, hogy hol van, álmodba, aztán megpróbálsz oda följutni és megnézni. Ez egy jó bizonyíték, de vannak gyengébb bizonyítékok, amik bizonyítéknak tűnhetnek, de nem azok, mert az emberi agy, a lélek az sokkal többet rögzít, mint amennyi tudatosan, mint amit tudatosítunk magunkban. Bizony, bizony. Tehát végigmegyünk az utcán, ha levegyünk meditatív állapotba, az összes embernek az arcát fel tudjuk idézni. Igen, sőt, olyat is csináltam már, hogy egy rendőrnek a nagybácsikáját elgázolták biciklivel. Aki tudta, hogy én tudok érdekességeket, és akkor elcipelt a kórházban a nagybácsikájához, mert ott hagyták, cserbe hagyták. Szóval elgázolták, biciklivel fölökték, és az árokba találták meg az öreget, sebesülten, és ez ott hagyta, ez a nagyon, nagyon nagy arc, és várjál. Ha az öreget levittem hipnózisban, az öreg, és azt mondtam neki, hogy menj vissza arra a pillanatra, amikor fölöknek az autóban. És most nagyon lassan menjünk előre az időbe, menjünk előre egy másodpercet. Jó? Most repülsz a levegőbe. Igen, igen. Most nézd vissza. Mit látsz? És elmondta, hogy milyen kocsit. És mi a rendszáma? Hát úgysem fogod elhinni, hogy megmondta. Abban a pillanatban megvolt a kocsi, mivel rendőr volt, aki kért engem, abban a pillanatban megvolt a kocsi rendszáma alapján a tulajdonos, kiment a helyszínre, ott volt a biciklinek a nyoma az autó sárhányolyán, stb. Tehát ez ment, aztán el volt a maga kis gondolatával, az puff, felcsapta az öreget, még csak nem is lassítom. De aztán a visszajátszásból, amit én játszottam vissza, abból látszott, hogy még csak nem is lassított.
Blá, észre se vette, annyira el volt magával. Észre se vette, hogy nagyot csattant valami, és azért... Vizéheti maga ottan a kocsi elején azt a kis azért, de ha én nem nyitom ki az ajtót, akkor sose ütjük el. Szóval volt is ilyen vicc. Hogy mert öreget fölveszi, az öreg parasztot fölveszi egy Mercedes-es, és ez egy ilyen vicc volt. És akkor mondja, hogy ez minek van. Hát az azért van, hogy az ilyen kérdezősködős parasztokat én megcélozzam és elgázoljam. És akkor mennek, ez csak nagy durrolás, és akkor bum, elcsapnak egy biciklist, és akkor... De hát ez most mi volt? Hát ha én nem nyitom, akkor az ajtót sose ütjük el. Tehát segített az öreg ajtó nyitással elcsapni a biciklist. Tehát itt is az van, hogy nagyon-nagyon sok ilyen terv van, és az az egy csatorna, amin az egész rögzítve van, amit az öt érzékünk, ami nem öt ráadásul, mert hogy van több érzékünk még azon kívül, és ezek is rögzítenek. Egy csatornán van rögzítve egy a Egy csatornán van rögzítve. A 16 csatornás lelked egy csatornán van rögzítve. Abból egy csatornán van az, amit te azt hiszel, hogy ez minden. Na, várjunk, ezt nem értem. Tisztán, tehát... Na, tehát van egy 16 csatornás kimenetű lelked, kibe, uh-huh. oda-vissza csatornák, tehát igen. output-input, igen. és a 16 csatornából egy csatornán rajta van az összes. Tehát a szaglásod, látása, hallása, tapintása, ez mind rajta az van egy csatornán. Igen. Mert bőven elfér egy csatornán. De mi van a másik 15-ön? Hát ez az. Mire van a másik megvan. 15? A Rigvédában meg lehet találni. A Rigvédában meg lehet találni. Volt egy Amerikában egy indiai orvos, aki ugye tudott szanszkritül, és a Rigvédát nagyon precízen kifejtette, megcsinálta. Úgy hívják, hogy Tony Nader. És volt egy könyv, a Human Physiology, és ebben benne van a részletek, benne vannak, hogy melyik csatorna mit rögzít, hová rögzíti, hol van a nyájában, hol van az a rész, amin keresztül ez működik. A nyája az meg nem más, ugye, mint ahol a lelked van, a fejed közepében. Az egy ilyen nagy nokedli, ami kisebb, 16 kis nokedliből áll. Hogy milyen érdekes. 16 párhuzamos univerzum van. 16 párhuzamos univerzum rettentő bonyolult dolgokat tesz lehetővé. Tehát sokkal több vagy annál, mint amit az a levelező írt, hogy megszülettem, nem is tudom, hogy miért élek, jaj, de szörnyű az én életem. Sok ember ilyen depresszióban van. Igen, mert elterjedt a materializmust van, ugye elterjedt a nagyon előre tolt materializmus van, előre terjedt, hogy hát nincsen itt Isten, meg lélek, meg semmi, meg izé. Gyakorlatilag elvették az emberek összes kapaszkodóját, de nem adtak semmit helyette. Szóval, hát értelmetlen indulókat kaptunk sokat. Hát ugye a múltat végleg eltörölni, rabszolgád indulj velünk, a föld fog sarkából kidőlni, és így tovább. Már ezen dolgoznak. Csak nem vetted észre, hogy a globalizmus az micsoda? De vedd már észre, hogy miről szól az egész internacionális például, miről szól. A globalizmusról szól, megvalósítják a tervet, nagyon dolgoznak rajta, nagyon. Hát a végén nem marad semmi, de hát az egy dolog. Tehát, mert hogy el kell pusztítani mindent, azért hányják le a festményeket, vagy kenik össze paradicsom szószal, vagy mit tudom én, mert ő nagyon akar lázadni. És annyira hülye, olyan mértéktelen hülye, hogy oda van írva, hogy olajfestmény. Aha, olaj, értem, olaj. Orosz olaj, na hát akkor azt el kell pusztítani. Tehát asszociál az eszébe, hogy hát ez olaj. Hát igaz, hogy ez nem növényolajjal van festve, vagy hogy nem ásványolajjal van festve az a festmény, növényolaj, mondjuk lenolaj, de az ő agyában olaj az olaj, mert hogy egyikről se tud semmit. Tehát semmit. Tehát ő kémiailag sem tudja, hogy az egy glicerin észter, vagy mit tudom én. Fogalma nincs, semmiről nincs fogalma, de nagyon büszke rá. Ó, nagyon büszke.
De megvan, neki megvan a jó kis világképe, már mindent ért, minden, hát az a minden, az körülbelül 5 perc alatt megtanulható lenne, amit ő tud. Tehát az valami nagyon vékonyka, és ezért nem akar tanulni, mert az fáradtságos. Mert már az elején hozzászoktatták a semmit tevéshez. A szülei, ülj a tévé előtt, nézd a tévét. Na most, a igen, csak ugye nem értették, hogy a tévészerelők miért mondják, hogy ne ültessék oda a gyereket a tévé elé. Hát persze, mert az anyukának önmegvalósítási drámája volt, ez az önmegvalósítás, jött a mamából kifelé, és a gyerek nem hallotta a televízióban a macit, hogy hogy köp. És akkor odaült egész közel ilyen, ott leste a tévét, minden gyerek. Mert hogyha pláne csak egy szobájuk volt, hát akkor nagyon meg akarta nézni az esti mesét. De az önmegvalósítás, a felnőttek önmegvalósításától nem hallott semmit. Mert azok egymást, mint a óvodás gyerekek, túl kiabálták. Tessék, parancsol. Melyik az a kép, amit keresek? Jaj, megvan! Csak föltettem a kérdést. Milyen képen? Hát van a 16 kép? Csatorna a nyájának. Megtaláltam a 16 csatornát? Meg. Ez a Nádernek a könyvéből van. Ez a kép, ugye? Így van. És ott ez a nyája. Ezért vagy nyájas, nem azért, mert birka nyájad van, hanem a nyája az ez a kis szerved, amiben a lelked lakik. Ameddig fizikai testben élsz, ebben lakik. Amikor meghalsz, akkor nem hal meg a testeddel a lelked, hanem tovább él, mozog, gondolkodik, és így tovább. Sőt, tapasztaltabb lelkek interakcióba tudnak kerülni a világgal, tehát mit tudom én, arra tudja tolni neked a poharat az asztalon. De lélek, nincs, nem látszott semmit, egyszer csak az asztalon megy a pohár. És ez a lényeg, hogy ezt meg lehet csinálni, és ettől kezdve, ugye, hát akkor valahogy ezt meg kéne magyarázni. Hát nem tudják megmagyarázni, azt mondják, hogy nincs ilyen. De hát ott van, nem, nincs, és nem látom. Nincs, az nem, az csalás, az Photoshop. Mondom, de hát ne hülyeskedjél már. Mi volt az? Tudom, és én? Valaki ledobott valamit. Megvan. Semmi baj. Jó van, nincs baj, csak hallottam, leesett valami. Már ma ilyen leesős nap van. Poltergeist. Kell itt emlegetni. Most volt a bemutatója Poltergeistnak. Poltergeist engér, igen. Már le is repült. Voltunk egyszer a Debrecen Egyetemen, kitiltották az előadásunkat, de előtte természetesen leszerződtünk velük, de aztán fölrúgták a szerződést egy pillanat alatt, tehát szélámoskodtak össze-vissza, hogy az másra kell a helység, aztán ott volt a helység, nem volt abban senki, tehát nem kellett másra, ezért mertem azt mondani, hogy szélámoskodtak. Hát persze, és ott megtartottuk az előadást a Debreceni Egyetemről, ott a Szökök útnál megtartottuk az előadást, 600-an voltak az előadáson. A Népszabadság 140-et írt, de csak újságíróból volt 40. Szóval jó sokan voltak, és sokan itt cikkeztek róla, jó volt. Tehát itt is arról van szó, hogy a nyájában ott van a lelked, és ez a lélek vezérli a nyáján keresztül, az egy ilyen, hogy mondjam, egy interfész. Azon keresztül vezérli a testedet. És csak mondom, hogy egy csatorna a 16-ból, 16 kisebb nokedliből áll a nagyobb nokedli alakú, ez anyája, ez egy ilyen nagy nokedli alakú, ami 16 kisebb nokedliből áll. Van ilyen süteményünk? Aranygaluska. Aranygaluska, bizony. Az aranygaluska. Tessék majd észrevenni. És a nevében azért, mert nem, semmi arany nincs benne. Tessék majd észrevenni, hogy miért aranygaluska az. Tehát ott lakik bent a lelked, és onnan vezeti a testedet. És elég nagy a tömege, úgyhogy ha túl nagyot betalálnak mosni neked, mint boxolónak túl nagyot bemosnak, akkor ki tud jönni a jumperek, ki tudnak jönni a helyükről, és akkor attól kezdve annyi van. Véged van, mint a botnak. Persze, mert a tömegtehetetlensége miatt a lelked marad, a fejed megy tovább. Mondjuk egy mocskos nagyot bemosok neked oldalról, egy nagyon nagy lengő pofont, akkor a fejed megy, és a lelked ott marad, és kiszakad a helyéről.
És akkor ettől kezdve vége. De a lelked ettől nem hal meg. Tehát a lelked az tovább gondolkodik, tovább megy, látja a dolgokat, kimegy a saját temetésére, meg ezek mind megtörténnek. És nagyon érdekes, mert vissza lehet keresni ezeket az emberekbe. Tehát az előző életeit is vissza lehet keresni. Aki nem hisz benne, azt is vissza lehet vinni. Ha volt neki, akkor vissza. Ha nem volt, nem. Egyébként a nagyon katolikusok is hisznek a lélekvándorlásban, csak ők azt hiszik, hogy nem hisznek. Mert nem erős, ez anyám neked, a templomban nem erős a logika valamiért. Nem tudom miért. Tehát valahogy ilyen hinni kell dolog van, de közben nem kell hinni. Ha már megérted a világot, akkor jót tanítanak a templomban. Jót mond a pap, de ő se érti, de jót mond. Mert még az eredeti írásokban azért ragaszkodnak olyan görcsösen, hogy ne változtass rajta semmit, mert nem érti, de tudja, hogy fontos. Parancsolj! Csak olvasom a következő kérdést. Mert itt tartottad a kezedet. Dörzsögetem te gyeremet. Mondja, a következő. Ez egy másik levél, a fényterjedésével kapcsolatban. Ó! Meg a fényel kapcsolatban tett föl kérdést a fő úr, vagy hölgy, nem is tudom, nem néztem a végét. Na, szóval a kérdező. A fényterjedésével kapcsolatban. 1. Ha a fényt gerjesztő tahionok a fényforrásban maradnak. A. Ha a forrásban maradnak, akkor a hullámtere jön a szemünkbe, illetve ez a hullámtér megy bele az anyagba és gerjeszti az atomokat. B. Ha igen, hogyan lehetséges, hogy a lámpafénynél ismét kiszabadul az anyagból a fény, amely teljes 8-as szimmetriájú fénykvantum? Na, szóval a fénykvantumot 7 darab időforrás ketté, ami 8 helyen másolódik. Tehát van benne egy kacsalábon forgó vár. Az azért van, mert hogy egy mindig hiányzik. Ez a téridőben is megvan, meg a fényben, amit világít a lámpából, az a fény is. Az a fény ott van már nagyon régóta benne abba az anyagba, amiből most kiszabadul, tehát nem most keletkezik az elektronok hatására, keletkezik egy fénykvantum, nem. Elektronok hatására csak kirázza mondjuk a váltóáram, vagy egyenáram, kiszorítja az anyagi részecskékből a benne lévő fényt. És amikor már kiszorította, akkor lassan megváltozik az anyagi részecskének a gerjesztettségi állapota, odáig tud ez csökkenni, hogy nagyon kiszedett belőle, hogy már szétesik az atom. Tehát annyira lehet fokozni ezt. Tehát a fénykvantum egy önkeltő rendszer. Az önkeltő rendszer egy hullámvilágot szül, és ez nagyon fontos, hogy 7 darab forrás megy benne körbe-körbe, igen ám, de közben, miközben ez megy, ez ki is árad. És ez az, amit a fizika kihagyott. Nagyon kihagyta, nagyon elrontotta, a forráselemet kihagyta, a kiáradást is kihagyta. Hullám van, de nem keltette semmi. Hullám az van. A duális természetű az anyag, anyagi hullám is, meg részecske is, értjük, hát nem értitek gyerekek, mert tessék ezt a leckét újabban átolvasni, mert hogy baj van. A hullámtér az a képe, az azt keltő, tehát a források a képe a hullámtér? Úgy, ahogy mondod, a forrás képe a terjedő hullámtér. Terjedő képe. Az a terjedő kép. Uh-huh. És ez a terjedő kép őt magát ábrázolja, semmi más nincs ott, csak ő maga. Hát információsan azért annak lesz rengeteg vonzata, tehát sok információt is hordoznak ezek a hullámok, mint egy rádióadás, amiben megy a műsor. Mert lehet olyan műsort is csinálni, hogy bekapcsolok egy oszcillátort, az jön az URH-vevőn, már olyan értelme, hogy ott csend lesz. Tehát nem dugok bele mikrofont, se semmit, de bekapcsolom az oszcillátort. Az oszcillátornak a rezgését veszi a rádióvevő, és amikor én bekapcsolom az oszcillátort, akkor ha oda van hangolva a vevőm, akkor addig sistereg, és abban a pillanatban szépen csend lesz. De semmi műsor nem lesz benne, csak csend. Ha ebben most én bedugok egy mikrofont, és elkezdek belebeszélni, akkor az én hangomat fogom hallani onnan az erősítőnek a hangszórójából. De ez nem úgy van, hogy már kész van, és akkor megy az elektron is, megy. Nem. Nagyon sok apróságot kell még földolgozni. Tehát a fénykvantumban körbe másolódó források vannak, amelyek gömbszerű kiáradásokat is csinálnak, és ez a gömbszerű kiáradás,
ez tolja maga előtt, mert ugye pontosan annyival megy, mint ahogy terjed egy irányba, akkor rakja ide maga elé a rétegeket, de közben nem tudja elhagyni, mert itt megy az orra előtt, rakja. De az összes ideje az amennyit ment. Ha évmilliókig ment, akkor 1 millió év réteg van itt az orra előtt. Igen ám, de amikor neki megy egy atomnak, ez a fénykvantum, akkor mi történik? 1 millió év információját adja át. 1 millió év információját adja át, ahogy mondod. Tehát elképesztő mennyiségű tudást is ad át. Mert hogyha ez olyan csillagrendszerből jön ez a fénykvantum, ahol nagy a tudás, akkor természetesen ezt hozza magával. Ezért jó csillagot nézni szerelmesen, hát persze. De kint kézenfogva nézzük a csillagokat, és választunk meg csillagot. Nagyon romantikus, de közben nem fogod elhinni, hogy attól is okosodsz. Fantasztikus, de tényleg. Tehát a tolja maga előtt ezt a réteget, amikor neki megy egy atom felületének, anyagi részecskének, akkor mi történik? Ezek a hullámok, ezek léthullámok. A léthullámokat nem állítja meg semmi. Olyan minden anyag, minden úgy, olyan, mintha nem is lenne ott semmi. Tehát úgy megy át, földnagyságú ólomgolyón úgy megy át, mintha semmi nem lenne ott, úgy megy el. De közben megrezgeti az összes atomját ennek a hatalmas ólomgolyónak. Az összes atomjának átadja az 1 millió év tudást. Akkor ezzel meg lett válaszolva az első kérdés, mert hogy a hullámtérről keresztül az anyagon. Igen. Maga a forrásrendszere az... Az meg visszaverődik. Az meg visszaverődik egyfajta ellentmondás miatt, mert hogy az anyagi részecskék, amiről vissza tud verődni, azok időellentmondás felszínek, és azon nem tud átmenni a forrás, de csak a forrás nem tud átmenni, a hullám az gátlás nélkül átmegy rajta. És akkor a forrás rendszer egy szép sorban visszaverődik, ahogy becsapódnak a 7 forrás keletkezés közben, visszapattannak a mindegyik a maga sorrendjébe, és elkezdenek ellenkezőleg valamerre menni. De akkor az információkat már nem úgy hordozott, tehát nem olyan információkat hordozott, hogy nem az 1 millió réteg, 1 millió évi réteg. Az már nincs, az már tovább ment. Azt elveszíti. Ezt nevezhetjük meddőfénynek. Meddőfényé válik, amikor visszapattan? Amikor visszapattan, meddőfényé válik, mert a hullámtere az tovább megy, amit eddig hozott magával, az tovább megy, de már nem lesz benne forráselem. A forráselem visszapattant, az megy arra, ez meg megy, a hullám meg megy, amarra megy. Tehát visszaverődik az atomról a forrásrendszer, ez megy tovább, megint elkezdi gyűjteni az idő hullámait maga előtt, ugyanúgy kezdi gyűjteni, de ezek az elérakodott időhullámok, ezek, ha neki megy valaminek a forrásrendszerével, akkor az visszaverődik. És ez nagyon érdekes. De hozzá kell tenni, hogy ez a fénysebességgel kapcsolatban is vannak azért érdekességek. Ugye, mert a fénysebesség, ugye az C, mert jelöljük, és az végtelenségig mindig ugyanannyi marad, és kész, mondta az Einstein. Hát nem, mert ő maga 35-ben megdöntötte az egészet, csak ezt már az Einsteinisták nem értették. Mai napig sem értik, hozzáteszem. Tehát 35 óta azért az már, hát majdnem 100 év, 80, gyerekek, 70 év, 80 év, és nem értették meg a mai napig sem a fizikusok. Ezért paradoxon. Paradoxon az, amiről fogalmad nincs, hogy miért van. Azt hívják paradoxonnak. Tehát, hogy ő, mit tudom én, a Védák könyvében ilyen van, hogy ő a világon a legkisebb, és ő a legnagyobb. Ez egy paradoxon. Miért? Mert hogy lehet valami egyszerre a legkisebb is, meg a legnagyobb is? Akkor vagy csak a legnagyobb létezik a fejekben, vagy csak a legkisebb létezik, de nagyobb nincs, mert ő a legnagyobb is, meg a legkisebb is. Nem. A telefonod, amivel tudod a telefonod, ha az kicsi, ez egy ekkora kis szerkezet, és a hullámtere az nagy. Hát nagy, még a Holdról is lehet venni egy érzékeny vevővel a te telefonodat. Komolyan? Pedig kis vacak teljesítménye van, de akkor is, ha egy nagyon érzékeny vevőd van a Holdon, akkor azzal venni lehet. Jó, hát nem ilyen mobiltelefon lehallgatókat használnak a Holdon, de
De venni lehet, mert ugye az URH elterjed a holding. Már akkora fönt van az égen. Elterjed az URH a adás akkor, ha nincs fönn a hold az égen. Milyen URH adás? Egy URH adó megy egy zene. Megy a holdon? Vagy... Lehet-e venni a holdon akkor, hogyha nincs fönn az ég a holdon? Vagy a föld, nem látszik a nincs hold. A föld. Tehát az adótól nem látszik a hold. Igen. Tehát ha egyenes vonalban terjed, akkor nem. Ez nagyon nagy ellentmondás, ugye, hogy mert egyenes vonalban terjed, beszélünk. Aztán a francokat gömbszerűen terjed. De azt mondják nekünk az órára, hogy az azért nem megy a hegy mögött a telefonod, mert a URH, ez már egész magas frekvencia, és ugye gigahertz az már nagyon magas frekvencia, az nem megy be a hegy mögé, az megy tovább egyenesen, mondják. De nem egyenesen megy, hanem mindig gömbszerűen megy. És a fény nem egyenesen megy, hanem mindig gömbszerűen megy. Hát hogyha egy ilyen forrásrendszer kelt ilyen gömbhullámokat, miközben megy, még terjed. Ugye a tahionokat kérdezett a hallgató, hogy a tahionok, mi az, hogy tahion? A tahion az egy sebes vándor, azt jelenti a lefordított. Az azt jelenti, gyorsabban megy a fénysebességnél. Ez már 55-ben fedezték föl, hát akkor már nem élt az Einstein, szóval 54-ben halt meg. Tehát mint a lamp fedezte volna föl a hidrogén szénképvonal felhasadásnál. És az volt a lényeg, a Nobel-díjas is volt, tehát nem valaki volt, akárki, hanem egy nagyon Nobel-díjas volt. És az a lényeg, hogy akkor ő felfedezte a tahionokat, ezek aztán eltűntek valahogy a pályáról. Most az a nagyon érdekes, hogy ez a tahion, ez egy nagyon nagy felfedezés volt. Mert hogy ez az egyik őselem, ez a tűzelem, a nagyon misztikus, nagyon ledegradált, nagyon leszólt ősi tudásból. Hát így leszólták, semmi, ezek csak ilyen babonák. Nem, kérlek szépen, mert hogy a vízelem azt a Minkowskit fedezte föl, nem egészen pontosan, de a fizikusok közül nagyon dolgozott rajta még a Kaluza, a Klein, meg még egy páran nagyon dolgoztak rajta. A vízelemen nem tudták megcsinálni jól, mert százszerű univerzumot terveztek, de nem sikerült nekik igazán. Úgy nevezték el a string, ez ilyen cipőfűző dolog, ez ilyen olyan, mint az idő, az egy ilyen cipőfűző, mint a füzetben a rugó, ami az asztalon van ilyen füzet, na az, abban van egy ilyen rugó végig, spirálfüzetnek is mondjuk, ugye, és ez a rugó, ami végig megy benne, így próbálták az időt ábrázolni, hogy halad is, meg forog is. Tök jó. Egyébként nagyon jó fele indultak el. Először is elkezdték az idő szerkezetét boncolgatni, hogy az időnek van-e valamilyen szerkezete, megjelenése, szóval jó fele indultak el. Mert a többi az semmit se csinált. Leírt egy tévét, aztán deltatét, és kész. Ez volt az idő. Hát nem. Hát nem, mert ennél sokkal több az idő, olyannyira, hogy a világ kezdetekor ott kellett, hogy legyen. Miért? Mert egy folyamat. A teremtette az Isten a világot. Rendben van. Teremti. Teremtette, tényleg teremtette. Magából teremtette. Na, ezt már nem érti a materialista, mert hülye gyerek, mert úgy gondolja, hogy úgy teremtette, levágta a kezét, csinált bele valamit, levágta a másik kezét, csinált bele valamit. Nem. Nem. A világ egyetemben ő a legkisebb. Ő belőle egy van. Mindegy, ugye mondja magyar erre, hogy mindegy. Igen, mert mind egy. Az egész világegyetem, ez az egy időforrás. Csak az időben egy nagyon parányit szét van csúszva, és azt teszed, azt látod te valaminek. Asztalnak, széknek, kamerának, embernek, stb. Tehát igazából csak egy pici időforrás van, az Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Halálprecíz. Halálprecíz. Az ember már nem. De rögtön teremtett magának egy Istent a saját képére. Fordítva, meg kifordította a képetet, mert ha én olyan vagyok, mint az Isten, akkor az Isten olyan, mint én.
Kovám, ezt nagyon elrontottad. A vallás is nagyon elrontotta. Lefestették az Istent a Sixtusi kápolnával, szenteket. Nagyon édes, nagyon aranyos, csak nem igaz. Se az Ádám nem igaz benne, se az Isten nem igaz benne, se az angyalkák nem igazok benne. Nem azt jelenti, hogy a festmény nem szép, nagyon szép. Csak nem az igazságot ábrázolja, és ez nagyon félrevitte az egész egyházat is. És ott van a lényeg, hogy félrevitte az egyházat, a gondolkodás, mindent félrevittük. A Leonardo nem véletlenül volt földulva, amikor meglátta a festményt. Ne fesd égre, földre, levegőre, vízre az Istent, sehová ne fesd. Nekem ne tiltsák meg, hát akkor festek, amit akarok. Mindent festetek, én miért nem tűnt? És akkor elindult a művészet, nagyon szép mesztelen nőket kezdtek, na mindenki be volt indulva rá, mert addig tilos volt a mesztelen nőket ábrázolgatni, és akkor utána nagyon nagy erkölcstelenség lett, és minden lett, és hát jó van. Mert a nők is örültek neki, vagy más nem mondjak, hogy most már ők szerepelhetnek, mert eddig csak olyan lepedő alatt szabad volt őt megnézni, most már szerepelhetnek. Hát jó. Csak ebben baj van, parancsolj. Tovább olvasom én ezt a kérdést. Tovább. Az korábban megválaszoltok igazából, amit most olvasni fogok. Ha az előző kérdésre nem a válasz, illetve a fényterjedésekor nem csak a hullámtere jön a szemünkbe, hanem az azt gerjesztő tahionok is, akkor mekkora lehet egy tahion? Szólt róla, hogy a tahion is, de a tahion az visszaverődik. A tahion az végtelen nagy. Az eredeti a teremtőbe végtelen nagy. A teremtőből létrejött apró másolati rendszerekben már nem végtelen, de a teremtő ugyanolyan tahion, és ugyanúgy végtelen. Csak ez csak addig létezik, mert a képe létezik, abból létezik. Pont abból áll a világegyetem, és az alapon működik, amit kiszámoltak, de eldobtak. Tehát kijött ez a matematikusoknak, fizikusoknak, kijött. Kijött, és mindig eldobták. A kérdező itt a hullámtér keltőrendszerére gondol. A hullámtér keltőrendszere az visszaverődik, vissza tud verődni a felületekről. És ez a keltőrendszer, ez nem távolodik el, tehát a keltőrendszernek az elemei nem távolodnak el egymástól. Eltávolodhatnak egymástól. Eltávolodhatnak, de... Eltávolodhatnak. De rosszul kérdezi, mert ő azt gondolja, hogy a Siriusnál van valaki, akkor a Siriusnál a hullámtér majd odaér, és akkor majd az is látja, meg én is látom. Így egyébként lehetséges. Pont az LPR paradoxon teszi lehetővé. Ugyanaz a gömbfelület érheti el a két megfigyelőt. Azt elérheti, csak az nem okoz látást. Mert rossz kéne az, hogy a forrásrendszerrel együtt érkezzen. Úgy van. Az összes ilyen fénydetektorunk, meg kameránk, ami működik, ez a becsapódó fénykvantumokkal működik, nem a hullámtereivel, hanem azzal, ami becsapódik. Az ellenállásokon, ami az erősítőjében van ennek a kamerának, a kondenzátorokon, ellenállásokon, drótokon, stb., ott már megjelenik az a hullámtér, bár nagyon megpróbálták leküzdeni, és kerestek olyan anyagokat, amiben ez a hullámtér a legkevésbé szerepel. Mondjuk először szénréteg ellenállások voltak. Ellenállást lehet rajzolni, a kollégáimat bosszantottam vele. Mondta, hogy adj egy 10 kilós ellenállást, akkor rajzoltam neki, és lemértem, onmérő a 10 kiló, tessék. Ilyen bosszant, de mérd le a két végét 10 kiló. Oda rajzoltam egy ellenállás ábrát, két kivezetést, és akkor besatíroztam, és amennél jobban besatíroztam, annál kisebb lett az ellenállása. És ezzel hülyéskedtem velük. Tehát az van, hogy mit akartam, jaj. A forrásrendszerről volt szó, meg a EPR paradoxonról. Ja, tehát az EPR paradoxonnál kettévágok egy fénykvantumot. A színuszhullámot nem lehet kettévágni, hogy az egyik színuszhullám erre menjen, a másik színuszhullám arra menjen. Ez egy ökörködés. Tehát ez nem. Ez annyira rossz a fizika, annyira nagy tévedésben van, hogy sírni kell. Tehát ez katasztrófa. Tudod, még ketté vágja a forrásrendszert, amiben 7 forrás van, de ez azonnal kiegészíti magát, és ez van a hétfejű sárkány mesében. Hogyha levágom a sárkánynak a fejét, azonnal nő ki. Persze, mert minden fej az előző fej látomása. Vagyis, hogy nem is tudod levágni a fejét, mert
itt csapkodsz, de közben ez ennek a látomása, ennek a fejnek a látomása is. Nem is tudod levágni, mert ez csak egy látomás. És minden fej az előző fej látomása, és ezért hiába csapkodsz te, de mégis ketté lehet választani a rendszert, és akkor két fél rendszerre mondjuk ketté választom, akkor a hét forrásból erre megy 3, erre megy 4, de mindegyik azonnal kezdi magát kiegészíteni, minden fordulatnál keletkezik még egy új forrás, ameddig hétre nem nő. És ez is hétre nő, meg ez is hétre nő, tehát ahogy eltávolodtak egymástól, rövidesen kijavítja saját magát, önjavító a rendszer parancsa. Gyuribe csak az jelentheti azt is, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen önhasonló rendszer, tehát ugye a fraktálok igen. világáról beszélünk, ami ugye aránylag egy eléggé új ága így a matematikának is, ez a fraktálok, nem 60-as, 70-es évek óta foglalkoznak. A Mandelbrot kezdte el, nagyon jól kezdte ezeket csinálni. Már olyan fraktálok vannak, hogy tájakat le lehet vele írni egy képlettel. Igen. Egy képlettel le tudok írni egy tájat. Ezt a képletet elindítom, ilyen önkicsomagoló. Elindítom, és tik, és ott van egy tájkép. Hullámzó vízzel, fákkal, mindennel, és közben egy matematikai képlet. Meg a dimenzióit számolják ugye most már fraktáloknak, tehát hogy vannak van. Dimenziói, hogy minél beljebb megyünk egy fraktálban. Igen, és akkor ebbe be lehet menni, és ameddig bizonyos tartomány nem hagysz el, addig ameddig látod a látomást, nagyon érdekes, mert ahogyha van ott olyan, hogy nulla van ott, és a fekete közepe oda belemész, akkor nem folytatódik semmi. De hogyha mindig benne maradsz a képbe, akkor gyönyörű szépen lehet benne menni, tehát az iterációs mélységet, ahogy csinálod, úgy lehet látni, hogy mindig mélyebb, de még ott is ugyanúgy van végtelenségi. És ugyanilyen a világ is. Tehát az ember is egy ilyen fraktális rendszer, az ember képe egy fraktális rendszer, jön kicsomagoló fraktál. És ez az, amit már ide kellett megkeresztül fejteni, már azért itt kellene tartani a biológiának. Hát, talán bizonyos biológusok már tartanak itt, de azok meg nem mondják el. Szóval van egy aranyketreces tudomány, a csillagászatban is sokkal járatosabbak, a atomfizikában járatosabbak, minden működik benne, űrhajózni lehet ebben, tehát olyan űrhajókat lehet építeni, mert nem, hogy a Vénusz-szigetok menni, vagy a Jupiterig, vagy hanem pikpakra elhagyhatom a naprendszert, pikpakra elmehetek nem a szomszéd csillaghoz, még a galaxis túloldalára is. Mert ott nem a térbe mozogsz. És ott kezdődik befagytak a térbe a materialista fantáziálók, befagytak a térbe. Tehát minden áron a térbe akar elmondani, gyorsulni akar, a tömeget fel kell gyorsulni, a tömeget le kell lassítani, és így tovább. Igaza van. A térbe mozogva ez így történik. Pontosan jól méri, jól mondja, igaz, jól számolja, csak egy nagy baj van. Ezek az űrhajók nem a térben mozognak. És nem is ilyen féreglyukakon mennek, ilyen valami csöveken. Nem. A nem térnem időben mennek. És a nem térnem időben nincs távolság és idő. És ez a nagyon fontos. A féreglyuk az nem a nem térnem időn vezet át? Tehát nem azon keresztül vezet át? A száluniverzum az a nem térnem időn vezet át, de ez nem lyuk. Uh-huh. Nem is cső, nem is lyuk. A száluniverzum. A száluniverzum mindenhol ott van, tehát itt is itt van a száluniverzum. Össze vagy kötve azzal a földelemből a répa termet, amit megettél Elbidre. Hát a féreglyuk egy olyan száluniverzum, ami mindenhova vezet. Igen, de rettentően komplikált a rendszer, mert mondjuk mit tudom én, megetted a paradicsomot, a tojást, ezért megetted ebédre, és azok az atomok, amiből az keletkezett, beépül a szervezetedbe. És azok az atomok össze vannak fűzve azzal a vidékkel, ahol termett a répa. Ezt meg lehet nézni ezeket? Ez látszik? A parasikon meg lehet, de nehéz. Nagyon kevesen tudják meglátni a száluniverzumot. Van ilyen, látták már sokan, hát néhányan, inkább így mondanám, látták a száluniverzumot, nem értették. A tudósok közül is látták néhányan, azért kezdték el a string elméletet csinálni. De amikor valaki tényleg mélységében okosan elkezd gondolkodni valamin, akkor azt észreveszi az Isten,
Na, Józsi, jó van, már majdnem jó helyen kaparál. Jó van, Józsi, hajrá, Józsi. Aztán néha úgy valamit oda tesz neki, hogy már vedd már észre. Na. Nem veszi észre, Józsi, akkor megint elé tesz valamit. Még mindig nem veszi észre. És akkor száll, érti, száll, ó, megvan, akkor, és akkor kitalálták a cipőfűző elméletet. Egyébként jó fele indultak, amit mondtam, egyet felejtettek ki az esemény horizontot. Tehát ha megy egy időforrás, mozog, akkor az ilyen gömböket áraszt ki, az a tahion. Ha áll, akkor is gömböket áraszt ki, csak akkor ilyen gömb alakban marad. Hogyha elkezd gyorsabban mozogni, mint ahogy terjed a gömbje, a forrás mozoghat gyorsabban, mert nincs tömege. Tehát nem igaz rá az egyenlő M-szer C4-zöt, mert milyen? Amikor az M0, akkor miről beszélsz? Tehát akkor ez nem igaz. És ott kezdődik az egésznek a titka. Ott van a világképnek a nagy-nagy buktatója, amiben most nagyon belelovattuk magunkat, ki kell innen menni. Hát mostan ben vagy, tessék kimenni a tükörfolyosodból, és tovább indulni. Források nélkül nincs hullám. Ez az alap. Forrás nélkül nincs hullám. És azt kell megnézni, hogy hogy néz ki egy forrás, hogy működik a forrás. Minden templomban ki van rakva, úgyhogy nem nehéz megtalálni. Úgyhogy, vagy legalábbis a templomoknak egy igen jelentős részén ki van. Teljesen mindegy, milyen templom. Tehát mehetsz keletre, nyugatra, Mohamedán, akármi, akárhova mehetsz, mindenhol ki van rakva. Mert ott van, hogy ne ábrázolod az Isten tégre, földre, levegőre. Mindenhol az van ábrázolva. Mindenhol. Hát sokszor bemutattuk a marrakesi mecsetet, ugye az a tűzelem, a tahion, ott van kitéve a templom tetejére, hát ilyen hülye vagy, hogy ott se látod meg, akkor már hová tegyék ki neked? Tehát olyan óriásiban kivarrak van a templom tetejére, vagy Irakban az El Milvia, az a csavarodott minaretnek nevezett, mert nem érti. Pedig a helybeliek azt mondogatják, hogy aki fölmegy ennek a toronynak a tetejére, nincs korlát, úgyhogy és van vagy 50-60 méter magas, úgyhogy és ilyen csúszós, lekopott lépcsők, meg azért az húzós, ilyen tériszonyosnak, az nagy becsinálás, úgyhogy de fölmegy, ott van egy ablak nélküli kis helység a tetején. És az ablak nélküli, csak egy ajtó van rajta, és az ablak nélküli helység, hogy nem, azt mondják, hogy aki oda fölmegy, az kapcsolatba kerül a teremtővel. Igaz? Ott van a hegyén. Hát ott van a hegyén. Hát persze. Az a teremtőnek a szobra. Hát kapcsolatba kerül vele, de a hasonló vonza hasonlót, de rezonanciába is kerül vele. Tehát nem csak az, hogy hát ilyen kő, és akkor fölmentem, és akkor jaj, de szédültem meg. Nincs más a fejébe. Pedig ott van a lényeg, hogy a teremtő ott érdemes meditálni, hát ott a teremtővel kapcsolatban tudsz lépni. Mindegy, hogy miből... Meg az akásával, amit kérdeztek. Akására kíváncsi, menjen fel oda? Mindegy, miből építik ezt a tornyot, ezt a kúpos tornyot. Mindegy, vászonból is jó. Nekem itt ilyen sejemből van. Sejemből jobb, műsejemmel nem volt jó. Most már széteszi a sejmet, az a baj, hogy olyan térereje van ennek a stúpának, hogy szétviszi az ilyen, ráteszek egy ilyen sejemhúzatot, hát szét, ez szét málik. Tehát olyan rezgés van, hogy szét málik az anyag. Nagyon érdekes. Tehát nem elszakad, meg nem vigyáztunk, nem. Ott, ahol nagyon vigyáztunk, ott is így málik szét. Könnyen szakad már, így elgyengül. De mert hogy olyan nagy a térerő, és tényleg működik a térerő. Most a Péter majdnem kilépett, ott fönt volt, ugye? Érezted? De hogy lépett ki majdnem. Nem? De hogy lépett ki majd? Amikor ott fönt ügyködtél. Nem, vicceltem. Vicceltem? Mert ismerem a történetet, hogy le lett véve a ja. Inicializálóval. Ja, le lett véve róla, mert nagyon, nagyon nagy volt a térerő. Tehát ez van. Tehát a fénykvantumra visszatérve egy önmagát másoló rendszer hullámokat árasz ki, de nem ilyen színusz hullámokat árasz ki. Ha én beleszólok a mikrofonba, azt mondom, hogy akkor láthatok én egy ilyen színusz jelet az oszcilloszkópomon. De az nem azt jelenti, hogy én színuszt adok ki a számból, hát hiszen ezek itt gömbhullámok. És a fény ugyanúgy. A fény ugyanúgy gömbhullám. És nem értik, hogy lehet, hogy egy lézerrel egy pici lukon bevilágítok és csinál egy diffrakciót, de hogy lehet, hogyha itt is van egy luk, ahol már a lézer nem világít, mert az itt világít. Itt csinálok egy diffrakciót, itt egy lukat,
és hogyha betakarom a lukat, vagy kitakarom a lukat, akkor megváltozik a diffrakció. De hogy? Mi? Hogy? Itt megy egy lézer, egy vékony fénysugár. Akkor miért változik meg attól, hogy itt változtatom? Egy betakarok egy lukat, amin keresztül nem megy a fénysugár? Tehát ott is megy. Az benne a bolondság. De hogy mehet ott, hogyha oda nem megy? Hát ha nem gömbhullám, ugye? Mert ha gömbhullám, akkor ott is megy, persze. A forrásrendszer itt megy, de a gömbhullámai itt is mennek. És mi az, ami az interferenciát csinálja az ernyőn? A gömbhullámok. A gömbhullámok, a kiáradások csinálják. Teljesen elrontották a fénytant is. Információs tartalma ugyanaz annak a kettőnek? Soha nincs ugyanolyan információ sehol. Ezért nincs két egyforma hópje. Mert nincs, egyszerűen nincs egyforma információs hely. Mert a térnek nincs két egyforma pontja. Hiszen mindenhol más információ van, mert a léthullámok odaérnek, de nem egyszerre. Tehát az, ami, mit tudom én, máshonnan, valahonnan messziről jön, az is oda fog érni, vagy ami innen a közelbe megy, az is, és ezek ott ilyen eredő hullámrendszereket csinálnak, nagyon bonyolultakat. És az mindegyik információt hord, az a lét információját. A lét az a legalapvetőbb dolog. Ezt a létet nem lehet leírni ilyen 3D elképzelésbe, kvaterniókkal lehet leírni a létet magát. Heidegger próbálkozott vele, jó felé próbálkozott. Nem tudta megoldani, de már majdnem. Tehát a Heidegger jó felé. A többiek, hát a futottak még kategória. A kvaterniók az a komplex... Komplex térnek a leírása, ugye? Komplex számokkal mutattuk, hogy hogy jön ki, az benne volt az esemény horizont újságunkban. Kint van az interneten, talán hányas, ablak hányas, nem tudom. Van neked ablakod? Akkor 56 vagy 57 vagy ott valahol egész a vége felé van, és ott beírod, hogy új ablak 57, és akkor léptetgeted, mert mindig tovább lehet lépni, meg fogod találni, és egy programozó tanár, aki programozást tanít, az csinálta ezt a levezetést, és ott ő csak azt vezette le, hogy síkba, hogy jelenik meg, és megjelenik. Tehát jó az elképzelés. Tehát megjelenik hát Möbiusnak már nehéz nevezni, sík Möbiust kicsit nehéz elgondolni, de már olyan sík Möbius, nem olyan, mint a Möbius szalag, mert az is elhagyja a síkot, ha belegondolsz, ugye, mert egy Möbius szalag térben tekeredik, de ilyen teljesen papírsíkba maradó Möbiust is lehet szerkeszteni, és ezt szerkesztette ki, és ott is a komplex számokkal tudott csak eredményre jutni. Komplex számok nagyon mások. Egyszer voltam egy előadáson, nagyon aranyos, volt egy filozófus, aki valamiért én rólam azt tartott, hogy én alkoholista vagyok, de hogy miért, azt nem tudom, én sosem voltam részeges. De nem azt jelenti, hogy nem ittam egy korsos sört életemben, szóval nem ilyen, ne ezt képzeljed, hanem én nem rendszeresen nem járok lakocsmába. Még itthon se piálok, zugivó se vagyok, meg semmi se, mert valaki ott hozott nekem egy sört, nagyon aranyos, a Józsi barátom, de hát azt én, tudod, a jó lesz állított húsra, mert a feleségem nagyon szeret ilyen sörtésztát csinálni, és az nagyon jó, mert ilyen jó habos lesz az alkohol, az kimegy belőle, amúgy sütöd a zsírba, az kigőzöl egy pillanat alatt, már 70 fokon forr az, elmegy. Tehát a zsír az kicsit melegebb ettől már, és az a lényeg, hogy de nagyon jó lesz a tészta, nagyon jó ilyen, rántott hús, csak másmilyen, nagyon finom. Tehát, hogy nem vízzel hígított föl a csiriszt, hanem sörrel is akkor. Mert igazából a rántott hús az egy csirizes hús. Ugye? Tojás, csiriz, liszt, tojás, összekevered, vízzel, palacsinta tésztát csinált, és akkor abba bele mártogatod a húsokat, és nagyon. Először lisztbe kell mártani, hogy jó íze legyen. Ja, és előtte le kell sozni egy picit a húst. De ott kezdődik a probléma, hogy nem szokták lesozni a húst, és ettől kezdve ilyen
pénzfrézze lesznek, és nem értik, hogy miért. Nem sóba köv megáztatni tömény sóba, hanem csak egy picit megsorozni, és mindjárt finom lesz az íze. Na, tehát van-e még kérdés? Kérdés? Foglaljuk össze ezt a kérdést. Ja, már megtaláltad az izét. Azt megtaláltam, de mi a kérdést mennyi? Összefoglalhatjuk, mert szerintem bájítom. Mennyi az? 56. Új ablak, akkor majdnem jól mondtam. Új ablak 56, beírod a keresőbe azt, hogy a Google kereső, vagy új ablak 56, meg fogod találni. Ne hosszú U-val írjad. Azt hiszem, akkor nem találjad. Mert az angol keresők azok nem szeretik a magyar ékezetes hosszú betűket. Ő, meg U, hosszú U, meg hosszú I, ezeket nem szeretik. Már csak azért sem, mert még a szerverek is kikapják, mert a, hát igazából egy ilyen ESCII táblázatot, hogyha megnézel, akkor a szoftvert lehet belőle írni. Tehát csak betűket írok a szoftvernél is. Össze-vissza számokat, meg betűket írok. És ha ezt az egészet ugye visszafejtegeted, akkor a vírusokat is meg lehet írni rajta is. Na ezért szedik ki a magyar betűket. Nem azért, mert gonoszok, meg gyűlölik a magyarokat. Nem gyűlölik. Vannak, akik gyűlölik, de nem tudom miért. Hát úgy félnek a magyaroktól, mint a most is. Gyerekek, amikor bejelentettük a hun kisebbséget, akkor 5500 cikket írtak rólunk a világban. Akkor az azt jelenti, hogy izgatja az embereket. Hát félnek a hunoktól, ha jönnek a hunok. Hát rossz hírünk volt. Tudod, nem bántottunk mi senkit, de hogyha valaki szemétkedett, na az kapott az arcára. És ha leszerződtünk valakivel ilyen védelmi pénzre, akkor mi megvédtük még saját magunktól is. Tehát ott nem volt kecsmec. Tehát a mongoloknál volt egy ilyen pajca, egy szűzlánynak a nyaká, egy gyönyörű szűzlány nyakában mesztelenül is lehetett, teljesen mindegy. A Genghis Khannak egy ilyen arany pajcája, egy láncon lógott a nyakába, azt a legnagyobb gengszterek sem merték megkóstolni. Tudták, hogy az írmagját is ki fogják érteni, hogyha ezt bántják, ezt a lány. Mert ez egy olyan védőrend, olyan diplomáciai védelmet adó. Diplomatarendszám. Diplomatarendszám volt a lányom, igen. Mesztelenül ismerte, akkor sem próbálkoztak vele. Még csak nem is szóltak be neki. Mert ezt valahová küldte a kán. Azzal nem lehetett szemétkedni. Most itt magyar. Egyébként. A Genghis Khan az magyar most. Igen? Igen. Megtaláltam a Genghis Khan, megtaláltam néhány ilyen nagy, régi nevet, megtaláltam. A Dávid királyt megtaláltam, a Sault, a Nérót, a Salamont, ezeket megtaláltam. Attillát nem. Attillát nem. Attillát nem. Attilát nem találtam meg, de elvileg meg lehet találni őt is, ha él testben, azt hozzá kell tenni. De nem véletlenül féltek tőle, mert hogy ez egy igazi kőkemény uralkodó volt. Most egy igazi kőkemény uralkodó, ha rendet akar tartani egy káoszba, tehát egy ilyen anarhiába rendet akar tartani, hát akkor keménynek kell lenni. Tehát az igazi nagy főgengszerektől félnek, mert csak így csinált, és már te nem vagy. Érted? Hogy rád mutatott, azt meg, hogy tedd el lábalul, akkor már lőttek is le. Nem cicoztak, hanem semmit. Most se. Tehát nehogy azt hitt, hogy most cicoznak. Te azt hiszed, hogy ilyet nem csinálnak, de csinálnak. Gyereket, mindenkit. Régen azért még a mafiában volt becsület, tehát az asszony meg a gyereket nem bántottak, a palit azt kikészítették, hogyha valaki mondjuk besugott, vagy mit tudom, azt kinyírták. De a családját nem bántották. A cigányoknál is van ilyen, hogy akire a vajda, a cigány vajda azt mondja, hogy ezt ne bántsátok, akkor azt nem merik bántani. Akármilyen védtelenül néz ki, akkor sem. Ott is van, sőt, számüzetés van. Tehát ha durván elárulja valaki a cigányságot, akkor vajda száműzi, és azt úgy kezdi, hogy sorba kinyírja a gyerekeit. Ha nem mész el, akkor sorba fogynak a gyerekeid. Tudják, hogy meg is történik, és el is mennek.
hogy 25 évig haza ne gyere, akkor 25 évig nem mehet haza, mert akkor ott vége lesz. Tehát van számüzetés. A számüzetés volt más társadalmakban, és nem a cigányoknál, máshol is volt számüzetés. Én most már bevezetném. Szóval én most már azért bevezetném ezt a számüzetést, hogy hát mondjál, amit akarsz, szabad mondani mindent, de jobb, ha elmész innen most, és többet a közelbe se jössz. Tehát volt számüzetés ilyen, volt is. Remélem, hogy bevezetik meg, én nagyon bízom benne. Tehát, hogy ezeket a magyar hazárulókat azért kicsit rendraktatják. Van belőlük. Rám félne. Parancsolj. Még fejezzük be ezt a kérdést. Fejezzük. Azt hiszem rájöttem, hogy hol akadt el az úr. Lehetséges, hogy a fénykeltő tahiónok a terjedésük során egyre hosszabb utat járjanak be, tehát a fényforrás közelében még rövid utat tesznek be. A tahión maga a fényforrás, itt megjegyezném. Járjanak be, tehát a fényforrás közelében még rövid utat tesznek meg, amíg belerohannak a saját motyukba, aztán egyre hosszabb és hosszabb utat tesznek meg, ahogy kb. 9 év alatt elér. Akkor változna a színe. Mert nem nő, tehát a hullámtere nő. A hullámtere nő, de a tahion is nő. Együtt maradnak is az elején. Mert a hullámtere is nő a tahionnak, de, hát a de ő körbe az... másol, ugye? Igen. És ez egy ilyen kanyarodó kúp. De most egy motorcsónak egy, ki van egy pányvára kötve egy karikával, és így körbe tud menni, de máshogy nem tud menni, mert ki van kötve. Akkor egy kúpos hullámot kell, ha egyenesen megy, egy ilyen V-alakú hullámot kell. De hogyha a körbe-körbe megy, akkor egy spirális hullámot kelt. Annak is sokféle változata van a sebességtől függően, ugye? De egy spirális hullámot kelt, ami terjed, de ő mindig ott marad a pányváján. Hiába megy körbe-körbe, terjed egy ilyen hullám róla. Na a fénykvantum ilyen, csak térbe. Nagyon bolond tér, mert ezek ilyen egydimenziós terek, amik összeadódnak. Nagyon bolond terek. Igazából a világegyetemben csak egy dimenzió van. Nagyon vadul hangzik, de igen. És attól függ, hogy hány szerepel egy rendszerbe, attól függ, hogy te milyennek látod, tapasztalod. Nagyon, nagyon bonyolult. De a fénykvantumokban is igazából mindegyik a saját létét árasztja ki, ameddig árasztja. Mert ugye körbe megy, aztán amikor már nem ér vissza a saját múltjába időbe, akkor ott már nem lát semmit. Akkor ő eltűnik a létezésből. Az tűnik el a létezésből, amit ő látott. De az körbe tűnik el állandóan. Tehát egy luk mindig marad, egy hiány mindig marad. Parancsolj! Egy fénykvantumot, tehát egy ilyen tahiont, egy fénykvantumot keltő tahiont, hogyan lehet időcsapdába ejteni, megfogni, hogy ne pattanjon vissza? Tehát, hogyha vissza is pattan, akkor ne menjen el. Tehát így elkapni. Tükör. Pattog össze-vissza, és előbb-utóbb elmegy valamerre. Ez minden fénykvantumnál így van. De hogy lehet megfogni? Megállítani? Lehet csinálni gömbölakú csapdát. Az UFO-knak van egy ilyen rézüst. Hát ezért kérdezem. Olyan, mint egy rézüst. Ilyen fél gömbölakú. Ultrahanggal? Ha fölnyitod, ott is egy fél gömb van. Nem tudom, mi van benne. Olyan... Találtunk rá földi szabadalmat, tehát már ezzel valaki jójozott, abban ilyen kis dipólocskák voltak egy gömbfelületen, de sok-sok dipólocska volt ebben a szabadalomban. De szabadalmazhat minden elméletet. Az olyan, mint a tévéantenna, amikor csak ilyen két lemez, aztán kész. Az a dipólus. Az egy diasz kettő, a pól az a pólus. Hogy két bádog lemez, aztán kész. Ennyi volt az antenna. Ugyan hasonló volt annak idején a szalagkábelből csinált antenna, amit így szobába húzigattak, akaszgattak ki valahová, hogy a tévét vegyék. Kezdetén még volt ilyen. Hát most már nem annyira jó az, tehát jobb tévéantennákat is csinálnak már, de lényegében ez a dipólus. És ilyen dipólusok vannak egy gömb felületén belül. Egy gömb felületén belül, és ez a dipólus helybe tartja azt a speciális térforrást, mert ezek az űrhajók térforrásokkal mennek. Elég magasra felfűzött térforrással. Ma elegendően magasra felfűzött térforrás, ahogy mondod, mert ha lejjebb van fölfűzve, akkor nem tudsz vele menni. Nem tudsz parancsolni az összes anyagnak körülötte, csak egy feljebb lévő térforrás tud. Uh-huh.
így mozgatja a napban lévő térforrás, így mozgatja az egész naprendszert. Az összes nagybolygókat, a Jupitert, mindent, ő forgatja a Földet, forgatja maga körül. Tehát parancsolni tudnék egy alámfűzött térforrásnak, csak azt a parancsot kiadom neki, de rám nem hat vissza. De visszahat. Visszahat, mint ahogy te is visszahatsz az Istenre. Tehát minden a száluniverzumon keresztül, ami egy ilyen dimenzióforrás sorozat, ami felvillan, egész az univerzum határáig, és visszafele is felvillan, így, és mindig csak egy létezik, csak olyan gyorsan csinálja ezt a felvillanást oda-vissza, oda-vissza, hogy te folyamatosan szálnak látod, de közben nincs ott szál. Tehát, hogyha parasíkon nézed, akkor egy szálnak látod, de még a szál struktúráját is látod parasíkon. Kétféle szál lehet látni általában. Tehát, hogy nem megfelelő térforrás van ott. Tudok, a sámán rajzon, azon rajta van, amit már sokszor bemutattunk. Azon, ami valahol van. Igen, azon igen. Rajta van a kétféle szál, univerzum. Az azért érdekes, mert gyerekek, az egy több száz éves rajz. És hogy festmény, színes kép. Benne az új könyvben meg fog jelenni, ami most már a készen, már csak a címlapját ezért, hogy mi legyen, hogy legyen. És már készen van a könyv, és abban benne lesznek ezek a dolgok. Egy nagy katyvasz lesz az egész, a világ egyetem, hogy épül föl. Hát aki megérti, az pap lesz. Nem egyszerű megérteni, mert hogy itt is nem értik. Látszik, hogy már kezdi kapizsgálni a dolgot ez a kérdező, de nem érti a fénykvantumot. Tehát, hogy a tahion, és akkor a másik fel a tahionnak, nem a tahionokat nem látjuk, hanem a fénykvantum, becsapódó fénykvantumokat látjuk, csak a fény az sötét, nem látszott semmit. Tehát a fény az ilyen van az univerzumban. Képzeljétek, hogy ez fújja föl az egész univerzumot. Az a fény, amit nem is látsz. Tehát akármeren vaksötét éjszaka mész, azt hiszed, hogy nincs ott semmi. Hát először is van téridő. A világegyetem, bárhol mész az világegyetemen belül, van téridő. A téridő az egy eszenciális közeg. Az közeg, az nem egy ilyen anyagi részecskékből álló közeg, hanem egy időközeg, egy speciális időközeg. Mindenhol van. És ez a nagyon fontos. És olyan dolgokról is tudott az emberiség, láthatóan, mert megtaláltam több civilizációban ugyanazt, azt gondolod, hogy hát az, arról az egyiptomiak még nem tudtak, azok a rabszolgákat korbácsra hajtották meg. Hát azért csak úgy mondanám neked, hogy olimpiát rendeztek Egyiptomban. Olimpiát. A görögök előtt sokkal. A görögök azok még kies terv nem voltak az apjuknak, amikor ezt már réges-régen rendezték az olimpiát, tehát év ezredekkel előbb rendezték. Hát az alexandriai könyvtárban még 18 ezer éves papírus is volt. Gyerekek, az most már 19 ezer éves lenne. Na de papírus, nem tudom, figyelsz-e. Akkor írásbeliség, ugye? Írásbeliség, na hogy? Írásbeliség, betűk, írásbeliség, hát nem. Képírás már volt, azt mondják, mit tudom én a dogonoknál, hogy a dogonoknak nem volt írásbeliségük. Közben tele van írva a fal. Tele van feljegyzésekkel az egész fal. Azt lefényképezi az idióta turistája. De elhiszi azt, hogy ezeknek nem volt semmilyen írásbeliségük. Hát jó, csak nem A meg B betűt írtak, hanem képecskékkel rajzolták le a történetet. De hát az nem azt jelenti, hogy nincs írásbeliség. De most nincs kiírva, hogy kiárat, meg nincs kiírva, hogy bejárat mondjuk, vagy ki van írva magyarul, de te angol vagy, és hiába nézed, nem tudod, nem érted, hogy az mi van odaírva, de oda van téve egy ilyen jel, amiből egy nyíl vezet kifel, az azt jelenti, az a kiára. Ávecsi zárvaván. Igen, ez a régi viszont, igen, hogy találnak Romániában egy ilyen cserepet, és akkor az van ráírva, hogy Ávecsi zárvaván. És akkor
Fú, mit találtunk? Á, nem találtál te semmit, az van ráírva, hogy a WC zárva van. Szóval ez is ugyanolyan, hogy hát bele lehet képzelni. Ó Egyiptomban 18 ezer éves papírus. Az azt jelenti, hogy már 18 ezer évvel régebben kiforrott írásbeliségük volt. Tértechnológiáról is, meg mindenről tudtak. Gyerekek, tértechnológiáról Egyiptomban, hogy a francban tudhattak volna, a teveszt arról taposták. Hogy tudhattak volna, ugye? Hát persze, a humán elképzelte, hogy építették a piramist. Oly, nagyon elképzelte. Húzták a rabszolgák, korbácsolták, görgökön vitték. Tényleg, milyen görgökön? Fagörgökön? Nézd, tegyél rá egy ilyen 10 tonnás követ egy ilyen görgőre. Ja, mit teszel alá? Alulra, amin görgözöl. Mert hogyha homokra teszed a görgőt, nem lesz jó. Ha még a helyzébe görgő, te rakod a homokba egy nagy, vastag görgőt, nagyot, nehéz lesz fölemenni a kövedet, jó? De hát meddig tudod ezt gördíteni rajta? Hát ez nagyon küzdelmes lesz. Tehát biztos nem úgy építették, ez a lényeg. Hanem a humánok amit elképzeltek, hogy rakták a követ, és ilyen. Csak az a probléma, hogy ha rakom a követ, akkor az alsó réteg egyszer csak felrobban. Mert a nyomást, ha mérnök vagy, akkor kiszámolod a nyomást, és az alsó rétegen akkora nyomás van már, hogy a kő felrobban. Na de akkor ott vannak a piramisok. Hát akkor rakták. Na hát igen, csak nem úgy, ahogy te elképzelted. És akkor működött, csak a te elképzelésed szerint a büdös életben nem lehetne piramist építeni. Japánok próbáltak is építeni ilyen piramist, aztán nagyon sok pénzt ráköltöttek, nem sikerült nekik. Egyiptomban ilyen japán egyetemisták is nagyon dolgoztak, és húzták a követ, és nem tudták megcsinálni. Tehát nem úgy működik, és ráadásul ugye illeszteni kéne, le kéne vágni nagyon egyformára, de billeg, nem jó, ugye? Csak egy nagyon picit térjen el, és már billeg a kő, már nem jó, már cuk fúj alatta. Tehát baj van vele, nem jó az elképzelés. Most már föl kéne ébredni. A Snuffy piramisnál ott van a megoldás, már ugyan megcsalták, de megtaláltam az eredetit, úgyhogy... Igen. Van, délebre van olyan piramis, ahol kitették, hogy csinálták a piramist. Milyen alakú volt a piramis. Ha alásol a piramisoknak, legyen a nagy piramis. Ha alásol, így. Nem így, hanem így. Tehát elérsz egyszer csak egy pontot, és aztán már befele kezd menni a piramis. Piramis, de befele piramis. Tehát a piramis az egy oktaéder. Az oktaéder az nem gula. Ilyen gula alakú piramis nem építettek. Nem építettek. Ez egy ilyen humán elképzelés, mert ő azt látja a föld fölött, és akkor már értem, és megtanítom, és akkor milyen jókat mondok. Hát nem jókat mondasz. Először is nem lehet olyan kőkupacot csinálni, ott a Medumi piramis, nagyon sokszor megmutattam, elmondtam. Nem lehet. Fölrobban. Tehát ha lelopod róla a követ, a tetejéről kezded lopni a követ, és építesz bele valamit, lelopkodod róla a követ, egyszer csak egy nagy detonáció, de óriási detonáció, és az egész piramis szétmegy ilyen vím pontos sűrűségű kőporra. Kőpor lesz belőle. Szétrobban. Tehát nincs benne robbanóanyag. Azt akkor miért robban? Kiesik a térrezonanciából, amiről te soha nem hallottál, én értem, hogy te nem hallottál róla, akkor nincs is, de a térrezonanciából kiesik egy piramis, akkor az kőporra robban szét. A piramisok a mai napig stabilizálják, vagy erősítik a térrezonanciát? Na, persze. És az meghatározza a naprendszert. A piramisok meghatározzák a naprendszert. Ezzel belenyúltak az akasába? Hát hogy a fenébe, persze. Belenyúltak a jövőbe, belenyúltak mindenbe. Mindenbe. De mekkora tudásuk volt, hogy bele tudtak nyúlni. Érted? Mert át tudták hangolni a naprendszert, és ezért nem jött neki a hold először a Földnek. Ezért nem járt büntetés? Mert oké, miért lehet kinyúlt két serpenyő? Attól függ, hogy kinyúlt bele. Van-e hatalma erre, hogy ő belenyúljon? Annyi ilyen bolygórendszer van, gyerekek, milliárd szám. Szóval az, hogy,
hogy csak itt van élet, meg a Földön, mert ez egy primitív. Az Isten degradálja. Hát ilyet tudod teremteni, azt jó van. De Gyuri bácsi, mert azért büntetés jár, hogyha valaki önkezével véget vet életének. Igen. Mert van egy életterve, amit ő felajánlott az Istennek, még mielőtt megszületett volna, ezt szeretném megcsinálni. Jó van, fiam, csináld meg. És nem csinálja meg, mert öngyilkos lesz. És mindenki más hitát kell írni. És akkor mindenki más hitát kell írni, miatt a nagy munkát ad ezzel, mert mindenki más hitát kell írni, mert ő eltűnt az élettervből. Mert mindenkivel össze van fűzve, akivel csak találkozik, mindenkivel. Nagyon bonyolult. És azt hiszed, hogy hát ezek csak ilyen véletlenek. A véletlenek, a fenét véletlenek. Mindennek megvan a rendje, és ebben a rendben nem lehet csak úgy vadul belenyúlni. De ha vadul belenyúl valaki, hát akkor baj van belőle. Volt egy ilyen videoklip, nagyon jó pofa videoklip volt. Egy ilyen angyal jött egy ilyen diszkópulttal a kezébe, fölállította, és akkor a diszkópulton húzigálta. Látta te azt? Nem, emlékszem rá. És akkor ott elgázolt egy gyereket az autó, és akkor az nem volt benne a terve, és akkor addig alakított át a dolgot, még a végén a gengszterek az ének adták oda, az egyetemistának a hegedült az egyetemist, akkor annak a hegedű tokjába dobták be a pénzt véletlenül, és akkor eznek meglett az egyetemre a pénze, a gyereket nem gázolta az autó, és itt van, tehát átalakította gyönyörű szépen ott a történetet, mert volt, hogy azért elgázolta, tolták a tolókocsiba azért, a labdával elugrott valaki, és akkor elugrott, és a tolókocsi berohant az autóval, akkor azt csapta szét. Lényeg az, hogy nem akart kijönni neki sem. Nem akart neki sem kijönni, de végig csak kijött neki, és akkor utána összecsukta a diszkóputyát, és ment tovább. Na, de egy nagyon aranyos kis film volt. Tehát innen folytatjuk szünet után, és akkor a kérdéseket azért úgy csiholjátok magatokba, és akkor utána én válaszolgatok rá.